Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 13. rész 4. és 5. versét. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet építi a kapcsolatot, az önzés lerombolja. Önzéssel születünk, de a Szentírás szerint tehetünk ellene. Van biztatás, van vigasztalás, van közösség, örülhetünk. Mivel gyógyítható az önzés? Ne önmagunkra nézzünk, hanem Krisztusra és mindarra, ami a miénk Krisztusban. Nézzünk a Krisztusban kapott biztatásra, vigasztalásra, szeretetre, a Szentlélek közösségére, a hit ajándékaira. A szeretet nem törekszik a maga érdekét érvényesíteni, nem keresi a maga hasznát. A szeretet önzetlenségéhez hozzátartozik, hogy a másikért él. Manapság gyakran hangoztatjuk a saját jogainkat, a saját érdekeinket, még a reklám is azt hirdeti, hogy törődj magaddal. Így önkéntelenül gúnyolódni kezdünk, amikor a másikért való élésről hallunk. Még hogy én? Éppen én? Miért nem a másik? Miért nem az, akinek több lehetősége van? Miért most? Majd máskor? A Krisztusban kapott szeretet azonban önzetlen. Nem az a cselekedeteink mozgató rugója, hogy mi hasznom belőle, mit nyerek vele, vagy mit veszítek vele, mennyire fog ez megterhelni. A szeretet ugyanis adni akar, a másikért él. Ha Krisztus azt nézte volna, hogyan becsüli meg ez a világ az áldozatát, akkor nem adta volna magát halálra. Még mi, akik hiszünk benne, sem becsüljük meg azt, amit értünk tett. Semmibe vesszük önzetlen szeretetét, ezzel pedig értéktelennek tartjuk áldozatát. Nem kellene hálára indulnunk Jézus jósága miatt. Nem kellene követnünk ezt a szeretetet. Jézusnak a Gecsemáné kertben lett volna joga védelmet kérni a hatóságtól, de a mennyei atyától is. Azért nem tette, mert nem a maga hasznát keresni jött, hanem értünk adni az életét. Így mentett meg Isten jogos ítéletétől. Mi csoda buzgó szerelem meghalni barátiért, de kegyes fejedelem meghalt ellenségiért. Ez lelkünk drága bére. Krisztus ma újra kiküld bennünket ebbe a világba, mégpedig szeretni. Mindenek előtt hazaküld szeretni. Nem a távoli földrészeken élő embereket kell szeretnünk önzetlenül, akikkel soha nem találkozunk, hanem a közvetlen környezetünkben élőket, a házastársunkat, a gyermekünket, a szüleinket, a testvéreinket, a szomszédunkat, a településünkön lakókat, a munkatársakat, vagy éppen a betegtársakat. Ha ez nehéznek, vagy éppen lehetetlennek tűnik, emlékezzük meg Urunk szaváról, kiegyetek és adatik nektek, kiegyetek, mert adatik szeretet is. Ad nekünk, Atyánk, örömmel és bőségesen szeretetet. Amen.